Na ezt kérlek szépen, egy vak komondor. Nehogy átessek rajta. Na kezdjük. A vak komondor történetet, jó, nem komondor, de most higgyük, most transzkomondor, az ugye arra utal, hogy egy képviselő annó, hát részegen megverte az élettársát, el is tört az arccsont és az orra is, ha jól emlékszem, és azt mondta, hogy azért sérült meg az élettársa, mert átesett a vak komondoron. Úgyhogy a vak komondor lett a családon belüli erőszak jelkép ebből igen, a szempontból. Ez talán már egy közel 10 éves sztori. Ez egy 10 de... éves sztori, igen. Úgyhogy ezzel a felütéssel kezdeném. Akinek nincs köze ehhez az esethez, Magyar Péternek a vonalát, és most, tehát hogy szögezzük le, te most a hashtag konzervatív csatornát nézel, akkor ez az adás friss. Hogyha a Ferrari csatornán nézel, akkor most március 20-a, 20-a van, igaz? 20-a van, és 12:37. Nem tudjuk, mi történik egy óra múlva, hogyan azt sem fogjuk tudni, hogy mi történik holnap, és ez az adás adása péntekig, hát kikiáltják itt a harmadik galaktikus birodalmat, nem tudom, mi bármi lesz. Megtörténhet, ugye? Ugye most az az ígéret, hogy le fog mondani az egész kormány, nem? Tehát akár még ez is megtörtént. Amire egyelőre nem tudunk reagálni, mert még nem mert még nem mondott le. 14 éve még egyszer sem mondott le. Viszont az elején, a legeslegeleje, mit ugye itt jegyzeteltem, tehát a lemondás óta először posztolt Varga Judit, ráadásul egy kapcsolati erőszakot bemutató videót, ez egy ilyen reklámfilm volt, ami teljesen jó reklámfilm. És akkor ezt Magyar Péter hát benevető emojista, és akkor na itt szabadult el a pokol, innen, de itt még van visszább is. Igen, itt most... hát ennek ugye az a baj, hogy ennek nagyon hosszú előzménye van, mert ugye Péterünk már felvezette ezt magának a legelejétől kezdve, amiről ugye egy két adással korábban már beszéltünk, hogy senki nem mondta eddig Magyar Péterre azt, hogy nőverő lenne Magyar Péteren kívül, tehát hogy ezt soha senki nem állította, mégis ő már így vezetgette fel a Partizános, a Telexes interjúban, meg talán a 444-es interjúban is azt mondta, hogy jaj, majd jön a rogáni propaganda, hogy én egy nőverő vagyok, aztán utána már ilyeneket mondott, hogy hamisított jegyzőkönyvek lesznek, aztán milyen érdekes, megkereste őt egy újságíró egy rendőrségi jegyzőkönyvvel, aki persze propagandista. Előtte ő oknyomozó újságíró, ja, igen, utána hát. Lett próbál. Ez milyen András? Dezső András. Dezső András, igen. De várjál, ezt most figyelj, én jövő héten beülök ide, mielőtt megérkez, és azt mondom, hogy én tudom, hogy Emília be fog ide jönni, és én tudom. Én kérek elnézést, tehát, hogy alapvetően, ha azt mondta Magyar Péter, azzal fognak majd vádolni, hogy... Ha azt mondja, hogy azzal is, meg ezt is rámúzzák, amazt is, még el is hiszem, de amikor valaki ennyire specifikusan így, hogy biztos azzal vádolnak majd, hogy nőverő vagyok, meg biztos az... Ha azt mondta volna ugye most a szivárvány lobby égisz alatt, hogyha majd összebubuzzák, meg ilyenek, azt ugye elfogadom. Vagy az, hogy drogozik, vagy ilyenek, de az, hogy pont, hogy nőverő, ez annyira specifikus volt, hogy azért itt zörög-e, ha a haraszt, az a kérdés? Igen, ugye az az alapállítás, egyébként megint csak még mindig nem mondja senki, hogy ő nőverő lenne, hiszen nem. Amúgy a rendőrségi jegyzőkönyvben sincsen erről szó, ami ugye elvileg hamisított, és... igen, igen. Tehát, hogy még ott sem mondja senki ezt még mindig ott tartunk, hogy ezt csak ő állítja saját magáról, és ugye alapvetően annyi van, hogy valószínűleg azt azért tudta, hogy amikor ez egy valós eset, ami megtörtént, ezt ő is elismeri. Persze. Sőt, egyébként én talán még ilyen mélyen senkinek a házasságában nem láttam bele, nem tudom, a sajátomon kívül. De ne, hát de tényleg szürreális az, hogy nem tudom, hogy mennyire követed, ugye ez, hogy minden nap van valami, tehát bement az ATV reggeli startba, és ott már olyanokat mesélt el részleteiben menően a házasságáról, hogy ők, amikor elváltak, akkor még a bíró is elsírta magát, mert annyira megható volt a jelenet. Még a bíró is elsírta igen, magát. Igen, mert hogy annyira egy ilyen megható, szomorú helyzet volt, és utána elmentek a feleségével, vagy akkor már volt feleségével koktélozni, és a koktélbárban átbeszélték a dolgokat, és akkor így tudod így, amúgy jó, de nekem ehhez mi közöm? Én ezt miért hallgatom? Miért releváns? Igen, kit érdekel ez, nem? Tehát ezek mi köze van ahhoz, hogy ő éppen kormányt akar buktatni, vagy bármilyen politikát akar csinálni? Kit érdekel az, hogy ő koktélozott a válása után? Hát a
segíts már, amikor itt volt ez az egész, amikor az egész botrány kirobbant, ugye mi is volt ebben a jegyzőkönyvben? Az volt benne, hogy egy ilyen mondat, hogy úgysem hisznek majd neked, igaz? Igen, hogy ezt elvileg ő mondta. Hogy úgysem hisznek majd neked, ezt mi nem állítjuk, ez ugye a HVG-n olvasható a Dezső András nevű propagandista nyomán, hogy a úgysem hisznek majd neked, és hogy botrányt csinálok az egészből, belebukik mindenki. Na most... Közel 4 éve volt. Igen, a családon belül erőszak az nem az, hogy lekevernek egy pofont. A családon belül erőszak az, hogy bezárnak a lakásba, és az ablakon kell kimásznod. Például, most csak mondtam valamit, nem tudom, hogy ez megtörtént ebben az esetben, hiszen nem voltam ott. Vagy a családon belül erőszak az is, amikor folyamatosan terrorban tartanak, akár szavakkal, akár érzelmileg. Tehát ez mind-mind... És én tudod, kit hiányolok? A Nanit, a Patentot, a Mérőverát. Mérővera nyilatkozott a kérdésben. Nyilván megint nem tudunk teljesen napra készek lenni, de most a jelenlegi állás szerint ő még ott tart, hogy ezt még csak pletykaként kezeli, és azért fenntartásokkal, és hogy ki tudja, hogy mennyi ebből az igaz, meg ilyenek. Milyen én érdekes, azt hittem, nem? Hogy én azt hittem, hogy a Mérővera filozófiája szerint, most azt a filozófiát, amit ilyen pentagram közepén gyertyákkal követ, hanem a feministásat, most én azt hittem, hogy itt alanyi jogon hiszünk minden nőnek, esetenként már ez alapján hozzuk meg az ítéletet. Akkor most akkor nem hiszünk minden nőnek? Ez a videó még nem jött ki, és ebben most már a Pesti Srácokon most jelent meg. Tegnap voltam kint utcaemberézni, és az ELTE diákjait kérdeztem arról, hogy ők hisznek-e egy nőnek, hogyha kapcsolati erőszak áldozata lesz. Egyöntetően szinte mindenki, hogy ne hinne. Nyilván megvizsgálni, hogy ne hinne, és akkor hisznek-e Varga Juditnak? Hát nem tudják. Igen, hát ez tipikus. Igen, én hiszek egy nőnek, kivéve ha fideszes. Hát nagy bajban van most Belpest ilyen szempontból, de mi van itt? Meg egyébként most nem akarom túlelemezni, meg úgy, ezt mondom, hogy alapvetően az ő házasságokhoz tényleg semmi közünk nincs, és ez a tök szánalmas, hogy amúgy erről kell beszélni, nem? Amit Magyar Péter hozott fel, ő hozta be ezt a témát, ő kezdett el, na mindegy, szóval, hogy ez akkor... az egész egy ilyen szürreális. És kiírja, hogy Juditnak odaírja, hogy én nem használtam fel a házasságunkat ilyen célra, és hogy te se tedd meg. Valami ilyesmi, hogy... De csak ezt csinálja amúgy a csávó, és tényleg, na ez a borzasztó, hogy erről kell beszélnünk, de hogy ugye az volt, hogy ezután az eset után ők hónapokkal később kibékültek megint, és egy ilyen sevelet, se nélkület, hát ezek pont amúgy a bántalmazó kapcsolatoknak a jellemzői szoktak lenni, és most azért mondom, hogy nem állítok semmit, de hogy azért alapvetően tényleg minden arra utal, hogy itt nem volt minden teljesen rendben ebben a házasságban. Igen, ő is írt, hogy volt egy rossz házasságunk, azt magunk, ez azért egy erős mintát, azért láthattuk azt, amikor az ilyen a Stockholm-szindróma az elő tud jönni ezekben a kapcsolatokban, és akkor ez egy minta. Nyilván nem állít az ember semmit, de azért, és amikor figyeld meg most ez a botrány, hogy teljesen szétesett tőle a Petyus, mert mi történt most, a 444-en megjelent egy hír, ahol igazából csak szemléztek valamit, és alá kommentet, rögtön oda kommentet, nevetség az egész. Beteg ember folyamatosan azt figyeli, hogy hol jelenik meg róla egy hír, azonnal megy oda kommentelni, én is látom, hogy közéleti szereplők, de még úgymond kisebb követőtáborral rendelkező szereplőknek a bejegyzéseihez állandóan, tehát kim van a poszt, 5 perc után ott van Magyar Péter kommentet, és semmi más dolga nincs, egész nap ül otthon és nyomja a Facebookot. Láttunk már ilyet, hogy valakinek elég volt egy kamerát adni, és akkor kivégezte magát, de tényleg én egyszerűen követhetetlen már, amit művel. Te láttad a Pszichó című filmet? Láttad, igen. Nyilván, te is láttad, jó. Ez most Magyar Pétertől függetlenül mondom, ez csak egy kis film ajánl, hogy ezt témát tegyük félre. Ott volt a főszereplő, aki emlékszünk rá, egy ilyen verte a prostiait, meg ugye egy erőszakos, egy pszichopata volt, de olyan kimért, az egész egy olyan, mint a kis skatójából húzta ki minden reggel, mint 1000 felülést csinált, meg ilyen teljesen egy ilyen pacek volt, és akkor az volt, hogy amikor szorult a hurok, és elkezdték előkeresni ezeket a nőket, elkezdtek nyomozni utána, minél jobban szorult a hurok, minél több kérdést tettek fel neki, annál idegesebb lett, annál több hibát vétett, annál szervezetlenebb lett. De látszik egyébként. És ezzel vége is a filmajánlónak, ennek köze nincs Magyar Péter, ez csak úgy megemlítettem, mindenki nézze meg a filmet, és vonja le a saját következtetését. A bárminemű egyezés a valósággal, pusztán a véletlen műve vége. Vissza Magyar Péterre. Vissza Magyar Péterre, szóval, hogy bár nem szeretek Potyondi Edinával egyet érteni, de hogy alapvetően ő is azt mondta, hogy nincsen 24 óra, amikor ugyanazt gondolná erről a csávóról. Nekem is amúgy ugyanilyen hektikus, hogy először, hogy azért nem tudom, egy érdekes jelenség, mi történik, ki ez, mégiscsak eddig a, nem tudom, körön belül volt, és akkor hirtelen mond valamit, mit akar ez. Hova jutott volna, hogyha nem Varga Judit férje? Ez is egy jó kérdés, ugye nem tudhatjuk, de hát
Na mindegy, szóval, hogy amiket csinál, az most már egy ilyen hisztérikus álmokfutás nekem, abszolút ez jön le belőle, miközben március 20-a van, amikor ezt az adást felvesszük, 5 nappal ezelőtt még nekem megint csak egy tök más arcát mutatta a tüntetésem, vagy ezen az ászlóbontáson, amit szervezett. Tehát, hogy amikor meghallgattam azt a beszédet, meg azt, aki ott volt, akkor sem mondom azt, hogy itt életem legszimpatikusabb embere volt, de hogy azt mondom, hogy ez egy más karakter volt, és azóta meg egy ilyen folyamatosan teszi itt így a fordulatokat. Ott nekem a tüntetésen azt tetszett, amikor ő izét játszott, Katniss Everdeen-t játszott, vagy Evergreen-t, tudod, hogy van a fecsegő, ja, így volt, azt hiszem, így tartotta a kezét, tudod, éhezők viadalában tolt egy ilyet, emlékszem arra, tehát ott azért volt egy performance, de az is érdekes, hogy kikálltak be Magyar Péter mögé, mert amint felröppent a hír, hogy esetleg veri a feleségét, már kizörögtön be is állt mögé. Nem, hát de amúgy egészen, hát, és amikor megjelent az ATV-ben Szabó Bálint, Ugye az ott volt a tüntetés, ami a zászlóbontáson és a háttérben, szóval... Ő az, akit elraboltak, megerőszakoltak, majd visszahoztak, majd nem volt bizonyíték, hogy megerőszakolták, majd megelőzte Orbán egy Viktor bolond. Konvoját, igen, megelőzte Orbán Viktor konvoját, akkor letartozott, szervezett egy traktorok nélküli traktoros tüntetés Budapesten, és totálisan elborul, az az ember el van borulva, de ő nem is ilyen karizmatikus, mint Magyar Péter, ő csak nem tudom, miért volt ott. Igen, hát azért, mert hogy ez a csapata, tehát hogy ez van, hogy ez a csávó ugye elő akarja magáról adni, hogy ő egy polgári, jobboldali arc, aki egyébként éppen, hogy ki van ábrándulva a jelenlegi hatalomban, de hogy egyébként egy polgár, nem, tehát aki ilyen emberekkel veszi körbe magát, az nem, az hiába állítja magáról, hogy az, egyszerűen nem nekem ez már baromira nem hiteles, tehát, hogy akkor szedjen maga köré, nem tudom, hozzá hasonló gondolkodásra, vagy hogy ezek azok, mert akkor megint az, hogy akkor nem a, tehát akkor ő nem az, amit állít saját magáról. Messiás. Ki az, aki követi az új messiást? Luki Kati. Lukácsi Katalin, néznek, újabb Péter, újabb messiás, Lukácsi Katalin, már ment felkérdezni a HVG-t, hogy mit képzelnek meg az egészet, hogy felkérem, nem tudom, olvastad-e. Nagyon sokan, ez számomra megdöbbentő, hogy oda kommentelik a HVG-s cikkek alá, egy viszlet HVG, soha többet nem olvasa benneket, propaganda lap lettetek, mi van? Az újságíró azért írja meg azt, ami történik, vagy akkor elvárták volna. Ezek az emberek elvárják, hogy ők hallgassák el az információkat. Itt tart az újságírás. Igen, és ugye Dezső András megvezették, most ez van. Tehát, hogy már nem a Fidesz adta oda neki a dokumentumot, most megvezették persze, új, hiszen ilyen a rogáni propaganda az így működik, hogy a Pestet ez a túl átlátszó lett volna, hogyha mondjuk a pesti srácok jön elő ezzel az ügyel, hanem ezért Dezső Andrásnak, és ugye ez. Azt állítják a kommentelők, legalábbis amiket látok, hogy ezek ilyen tényleg hamisított jegyzőkönyvek. Ezt ránézésre meg lehet mondani, persze. Igen, de hogy az a baj, hogy tudod, hogy össze-vissza állítanak mindent, hiszen ami a jegyzőkönyvben le van írva, meg amit Magyar Péter elmond, az amúgy ugyanaz. Tehát, hogy ugye ő azt mondja, hogy hamisított jegyzőkönyv, de közben elmondja ugyanazt a sztorit. Tehát azt, hogy ezek hamisított jegyzőkönyvek, amúgy az történt, hogy, és tök ugyanazt elmondta. Majd utána azt mondta, hogy ugye, hogy nem a jegyzőkönyv a hamisított, hanem ez egy megrendezett darab volt, tehát, hogy ez az egész, ez meg volt rendezve is. Tehát, hogy az a baj, hogy nem koherensek a mondatok, meg a gondolatok. Nem, mert a pillanat heveszülése egy hazugságspirálba, hogyha belekeveredsz. Igen. És most itt láttam azt, hogy az én komment szekciómban is, azért mikor Magyar Péterről volt szó ebben a kontextusban, akkor a sok néző úgy volt vele, hogy miért bántjuk meg, ő egy hős, meg ilyenek. Itt most lehet, hogy mi most nevetgélünk ezen, de itt azért, hogyha te egy picit józanabbul gondolkodsz, és elvárom, hogy ha minket nézel, akkor józanul gondolkodj, akkor azért rakjuk már össze, az ember nem... Ha már Pottyondi is kihált rá mögül, és ugye azt hinnéd, hogy én volt bennem egy ilyen érzés, hogy most akkor a CIA futtatja esetleg ugyanaz a vonal, mint Márki-Zayék. Ugye nem. Most már azt látom, hogy még hogyha volt is egy ilyen 2.0-as verziója a messiás komplexusos vezetőknek, meg ahogy Jesse fogalmazott, a T-800-asból volt egy T-1000-es terminátor, ami már nem lehet pisztollyal megsemmisíteni, meg ilyenekkel, ami már csak a folyékony lávában olvad el, érted? Akkor arra gondolok, hogy oké, de itt a csávó az totálisan, tehát saját magát ilyen gyorsan ember nulláról százra még nem gyorsult politikában. Tehát, hogy óriási fordulatszámon ég ez az ember, és nem tudsz róla mit mondani, mert pillanatokon most, ha kinyitom a Facebookot, és az első hír az Magyar Péteres lesz, ha nem, mert most Rákai Filipes. De amúgy, jó, oké,
nem ez győztem. Ez egy kellemetlen. Igen, jó, hát most vagy. Azt hittem, hogy Magyar Péter. Na, de még gondolom, még bent van az ügyészségen. Ahová? Még bent Pankotai van. Lili. El akarta kísérni a Lili, igen, hogy megakadályozza azt, hogy valamiért ne engedjék be. Miért ne engedjék be, hiszen be lett idézve. Tehát, hogy be lett idézve, hogy nem tudom, tegyen tanúvallomást, nem tudjuk, hogy miben. Tehát ugye még ő is mondta, hogy nem tudja, hogy milyen ügyben hívták be. Szóval, hogy jelenleg még nem engedték ki, úgyhogy ha bárki számon kérné rajtunk, hogy miért nem arról beszélünk, ami ott történt, azért, mert még ez még nem történt meg, de valószínűleg, mire ez a videó kijön, addigra mire megvágom már ki, mert már valami más lesz. Igen. Na, én akarok pozitívumot is mondani. Mielőtt még pozitívumot mondaná, várjál, mert Pankotai Lili, annyi, hogy azt az egészítsük ki. Tehát Pankotai Lili nem Magyar Pétert akart támogatni, hanem Greta Thunberget játszott, aki miután már felnőtt, minden egyes autóból kifolyt olajtócsa, az egy pocsaj, az oda megy és tüntet mellette. Tehát itt ez történik. Persze, hogy fel akarta karolni, meg hát ugye nyilván nem akar eltűnni a Lili. Tehát, hogy hát persze, hát most akkor felkapaszkodunk Magyar Péter, és mielőtt még pozitívunkat mondaná, itt még nem van a Péterről már... akarok pozitívumot mondani. Hála az énnek. Hatházi is neki ment, attól fél, elveszi erről, hogy is fogalmazott, tehát hogy elszívja Hatházi elől. Elhatárolódok teljesen, szóval, hogy... Én is elhatárolódom mindenki mástól, aki így ilyet mondott. Jó. Szóval alapvetően amúgy megnéztem az összes videót, ami a március 15-ei zászlóbontásról készült. Istentelen mennyiségű időd van. Igen, belefért. Ez kíváncsi voltam, néztem még az élő adást is. Szerintem az, hogy az ember kíváncsi arra, hogy mi történik, mert ez egy forró téma, mindent megnéztem. És amúgy ezt akartam mondani így az egésszel kapcsolatban, hogy az, hogy a Magyar Péter, meg ami körülötte van, szerintem alapvetően nem a kormány válságát jelzi, hanem pont hogy az ellenzéknek a válságát, mert ki vannak éhezve az emberek arra, hogy legyen egy valamilyen vezető, akiért rajongani tudnak, és most nem feltétlen kell azt mondani, hogy messiás, hanem egyszerűen mondjuk azt, hogy egy politikai egy vezető. Erő. Igen, egy friss erő, mert azért az ellenzéken belül kik képviselik az erőt, és már eltelt 17 perc, én nem akarok gyurcsányozni, de Feri a legerősebb ellenzéki politikus. De Feri volt az utolsó olyan kaliber, akiért tényleg nagyon nagy tömegeket. Most már azért már nem beszélhetünk akkora táborról, sőt, azért többen utálják, mint amennyien kedvelik, de hogy azért régen egy ilyen nagy fanatizmus volt körülötte is, és erre vágynak az emberek. Szerintem ezt be kell látni, hogy... Van igény rá, ellenzéki oldalon van erre igény, és itt jön ki az, igen, a képlet, hogy Magyar Péter nem a Fidesztől vette a szavazókat. Igen, hanem alapvetően... A Fidesztől is nyilván, de az ellenzéktől sokkal többet elvitt. Igen, viszont azt is láttam, én megnéztem az összes videót, megnéztem, hogy kiket szólaltattak meg. Figyelj, tök értelmes emberek voltak a tüntetésen, tehát, hogy... Nálam is. Tehát, hogy alapvetően olyanok, akik nem ezek az ilyen injekciós, elvakult, DK-s, nem tudom, tüntetők, akiket szoktam látni nagyon sokszor, hanem tök normális emberek. Tényleg olyanok, akik mennyi, hogy ellenzékiek. Tehát ugye ennyi, hogy nem szeretik a Fideszt, de hogy akkor most így láttam rajtuk, hogy hú, na akkor most hát, ha itt a mi időnk, és van kiért rajongani, mert ezeknek az embereknek nincs egy politikai ereje, tehát nincs egy olyan, aki ez azt tudja mondani, hogy na, én hiszek a, nem tudom, a Gyurcsány Ferencbe, jaj, én hiszek, mert nincsen, tehát hogy annyira lejáratták magukat az ellenzéki politikusok, na, annyira, én. Igen, az összes teljesen... A hiteltelen, nevetségesek. És nem a rogáni propaganda égette le őket, hanem saját magukat darálták teljesen le a nullára, hogy én megértem azt, hogy ezeknek az embereknek is van szüksége valaki, csak nem vagyok benne biztos, hogy Magyar Péter a megfelelő személy. Nem, tehát hogy amikor kimentem erre a tüntetésen, és megkérdeztem ezeket az embereket, hogy mit várnak, és figyelj, még írtak komment, hogy milyen korrekt lett ez a videó. Nem a videó lett korrekt, a kérdéseim ugyanazok voltak, mint bárhol máshol. Más emberek voltak. Igen. Én kimentem a DK-ba is a karácsonyikra, azok vadak voltak, hát az... A szokásos ilyen gettó tüntető. Igen, hogy van az a pár arc, akit amúgy mindig látsz ezeken a tüntetéseken, és tudod már, hogy na, ez megint hozzá, nem tudom, a kötelezőt, és hogy ezen arcról ismerem őket. Igen, de hogy itt meg nem ez volt. Szóval, hogy én ezt akartam mondani, hogy én megértem, és egyébként valamilyen szinten én tényleg sajnálom azokat, akiknek egy ilyen, nem tudom, politikai szürke zónában vannak, mert nincsen kire szavazzanak, nincsen kiért lelkesedjenek, és ez nem feltétlen messiás komplexust jelent, mert nem csak az olyan... Nem megváltót várnak, csak valakit, aki képvisel az... Mert ezek az emberek tehát nem értenek egyet sem. Megkérdeztem őket, hogy kit tartanának az ország élére legalkalmasabbnak, és nem tudnak mit mondani, és nem azért, mert szégyellik kimondani, hogy Gyurcsány, nyilván ezt nem mondhatják, a DK-s tüntetésen az, hogy bárki, csak ne az Orbán. Ezek az emberek, ezek azt mondják, hát ők, de tök korrekt, hogy
nem nagyon tudnék mit mondani, hát nem nagyon látom. És tényleg igen. Úgy érzi, hogy őt nem... Most az, hogy ő helyesen gondolja ezt, vagy nem gondolja helyesen, azt, ha a szubjektív véleményet kezel, akkor nyilván nem, de hogyha objektíven, akkor nyilván az az ő véleménye, az alapján, amit ő tapasztal a világban, most igaz vagy nem igaz, ezt érzi, és ő úgy képzel el, hogy nincs, aki a Fidesz nem képviselt eléggé megfelelően. Mondjuk a 25 év alatti eszi a kedvezményt, azt felveszi, de az egy más családtámogatásokat, de az ettől eltekintve. Jó, de Ádám, ettől még persze. Jó, attól persze. Nem várhatod el, hogy mindenki... Nem is várom el. És annyi a lényeg ebben, hogy aztán kimentek, és kérem, mit vártok Magyar Péter? Hát megnézzük, hogy mi lesz. Igen, egyébként vagyunk. Én is azt láttam, hogy kíváncsiak, kiéhezettek arra, hogy legyen valaki, aki, mm-hmm. aki hozzájuk is szól, és igen, aki még nem járatta le magát, akinek... Még. Hát igen, és akkor és ezért mondom azt, hogy eltelt azóta 5 nap, tehát hogy azóta csak 5 nap telt el, de akkor átfordult a világ, és nem azért, mert ismétlem, én a Megafonnál az elmúlt 5 napban, aztán persze most majd lehet, hogy azóta nagyon sok minden, én egy posztot se láttam nagyon Magyar Péterről, egy-kettő ilyen elvétve, de hogy alapvetően nem az volt, hogy akkor rá lett küldve a, nem tudom, a propaganda, revolver média, ezek a kedvenceim. Senki nem is, tényleg nem, a csávó saját magát nyírta ki. Tehát, hogy saját maga megírta azt, hogy őt megkeresték, annál gázabb, mint kiadni az újságírót, aki megkeresett téged egy cikkel kapcsolatban, és tényleg felnyomni, majd utána lepropagandistázni. Tehát ez egész... És leírja, várjál, nem nyilatkozott neki, azt mondta, hogy nem írhatja meg, amit elmondott, majd utána elmondja, hogy a cikk, amit Dezső András megírt, az egyoldalú. Hát, és akkor, amikor a 444 ezt megírja, hogy ember, azért vedd már részt, akkor még a 444-et is betámadja. Tehát én nem fogom megvédni a 444-et, de amúgy nézd meg, figyelj ide, háború, Covid, energiaválság, széthúzás, jön Magyar Péter, egyesíti a jobb és baloldali sajtót. Abszolút, egyébként. Nem, tehát, hogy... Tényleg, hogy... ő a megváltó. Egységet, Anakin Skywalker egységet hoz az erőben, csak Darth Vader lett menet közben, amikor szénné égette magát konkrétan. De ezt érted, hol korrekt? Istennek kiírja azt, hogy az előző posztomat vegyétek feljelentésnek, vagy kérem a rendőrséget, vegye feljelentésnek az előző posztomat, és idézze be tanulnak Dezső András, hogy csinálhat ilyet, nem? Hogy ez az ilyen mindenféle ilyen sajtóetika, meg a politika, ez mindennel szembe megy. És akkor itt van az is, hogy ugye azt mondja, hogy neki olyan terhelő bizonyítékai vannak, legyen ez akármi is, mert ugye, ja igen, tehát ez a másik kedvencem, amikor a kommentelőid írják, hogy jaj, Péter soha nem állította, hogy atombombái vannak. Most ne haragudj, hogy valaki azt mondja, hogy nekem olyan papírjaim vannak, amik megbuktatják a kormányt, akkor azt minek hívjuk? Hát ez politikai atombomba. Lehet, hogy nem mondta ki ezt a szájával, de hogy alapvetően ő ezt mondja, hogy neki olyan papírjai vannak, amivel ez a kormány meg tud bukni. Akkor akkor várjuk ezeket a papírokat, hozza nyilvánosságra. De 2 meg az, hogy ugye elismerte azt is, hogy honnan van ez meg neki, vagy honnan van bármilyen irata, Varga Judit és Gulyás Gergelytől. És azért így tényleg, hogy neki tök mindegy, hogy a barátját, vagy a volt feleségét kéne egyébként börtönbe küldeni, vagy bármi nem, tehát ennek a csávónak ez teljesen mindegy. Persze, de most, és akkor itt elvárja az etiket. Én amúgy töretlenül hallgatlak téged, mert ez tök érdekes, így még nekem is, mint résztvevőjének a műsor, de amúgy... Most nem, tehát ugye én nem igazodom ki rajta egyszerűen, és azért mondom, hogy még megértem a Potyondérját, hogy tényleg, hogy nem tudom, hogy ő most pontosan mit akar, most akkor kormányt buktatni, majd utána akkor tényleg most akkor van atom, nincs atom, jaj, én nagyon szeretem a feleségemet, vagy volt feleségemet, nem, de azért, hogyha úgy van, akkor beküldeném a börtönbe, nem, tehát hogy egy ilyen szürreális az egész helyzet. És akkor itt jön képbe a vak komondor esete. Na. Mert az igazi atombomba az 1 percig élt valójában, 2 percig, és kevesen voltunk csak, akik láthattuk az atomvillanást, a gomba felhőt, de az a kevés ember most az én ismeretségi körömből az ennél az asztalnál ül. A Magyar Jelen cikke, amit azóta eltüntettek. És én nem állítok semmit, de a Magyar Jelen cikke az viszont kőkeményen állította, hogy Magyar Péter XXX szétmentek, összejöttek, most megint összejöttek barátnője. 2023-ban, tehát tavaly, kiposztolt az Instájára egy videót, egy Instastoryban, ahol egy kapcsolati erőszakról szóló videót, egy amúgy egész jó videót mutatott be, tehát hogy konkrétan, és odaírt, hogy érdekes, ennyit írt oda.
Egy olyan valaki... időszakban posztolta ezt, amikor feltehetően ők nem voltak együtt a Péterrel, igen, vagy éppen akkor szakítottak. Na már most. Mire utal ez, hogy Magyar Péter egyik másik kapcsolata is kapcsolati erőszakra utaló dolgot tesz ki? Nem állíthatok semmit, mert nem állítok semmit, de érdekes, hogy a Magyar Jelen ezt azonnal levette, és ez olyan gyorsan... Valószínűleg azért, mert a csajnak privát az Instagramja, nem tudom, gondolom, akkor nem lehet ezek... Nem tudom, mert nem értek ezeket az megnéztem, nem privát az Instája, de ez egy régi felvétel. Ezt valaki régen nézni, ez nem mostani felvétel. Gondolom, valaki, aki követte ezt, így befotózta, én nem tudom, mi történt. Tehát a lényeg az, hogy ott volt, a felvétel valódi, ez megtörtént. Úgyhogy, vagy legalábbis a Magyar Jelen nyomán ezt tudom kikövetkeztetni, úgyhogy valamiért levették, lehet, hogy rájöttek arra, hogy akkor Magyar Péter mégiscsak az ellenzéktől vissza a szavazókat, és nem tör, és akkor inkább hagyták, nem kezdték el tovább. Nem értem, mi történt. Tehát a lényeg az, hogy én azért megkérdezném, hogy van-e otthon vakkomondoruk. Igen, meg nem tudom, Evelyn pislog kettőt, hogyha esetleg menjünk, segítsünk, van valami. Nem, de ez nagyon nem vicc, azért. De igen, tehát alapvetően az, és ugye megint, nem, én sem mondok semmit, de az, hogy ugye ez a se veled, se nélküled kapcsolatok, ezek tényleg annak a jellemzője, amikor valami nincs úgy nagyon rendben, és azért mondom, nem kell azt állítani, meg ugye a kapcsolati erőszak nem csak azt jelenti, hogy agyonvernek otthon, amikor hazamész, hanem az lehet a tényleg az agresszív viselkedést, az agresszív beszélt, igen, a bármi. Szóval, vagy a folyamatos degradálás, amikor tényleg születedik. Igen, tehát ez nagyon-nagyon sokrétű lehet. Én nem, na mindegy, azt gondolom, hogy alapvetően az ember nem szokott ilyen posztokat megosztani, hogyha nem igen, a saját igen, életét. Igen, azért egy nő ilyet nem posztol ki. Tehát nincs olyan, hogy valaki csak úgy kirak egy ilyen videót, és odaérő érdekes. Azért, ha meg valakinek üzenni akar, akkor valakinek távolabbról, akkor azt nem tudom, hogy... Hát, én nem tudok ezen kiigazodni, de én nem ismerek olyan embert, aki ilyenről véletlenül beszélne. Meg nyilván az ember nem szokott ilyen videókat nézegetni azért, mert nem tud vele azonosulni. És ez csak igen, úgy... hát ugye csak ennyit érdekes. Érdekes, igen, ezt én is ezt tenném oda. Hát figyelj, amúgy ez... Azért érdekes kérdés, mert a kapcsolati erőszak szempontjából az emberfüggő, nyilván, és akkor mondhatjuk, hogy miért nem lép ki egy kapcsolatba, nem verte meg, nem fenyegette meg. Azért nem hiszem, hogy ez aki látott már bántalmazott embert, lásd mondjuk Johnny Deppet és Amber Heardet, tehát azért nem olyan, vagy hát én már azt várom, hogy mikor fog megszólalni Puzsér Robert kapcsolati erőszak témájában, azt tudjuk, hogy azért ezt ő maga mondta el, hogy a sarokban sírt, amikor a Pottyondi úrhölgy éppen a karmait belevájt a Robi habtestébe, és akkor ugye ez nyilván probléma, tehát ne tegyünk úgy, mintha a kapcsolati erőszak az csak férfi-nő felé lehet, az lehet fordítva is, hogyha igen, a csajod egy agresszív pszichopata, kopasz törpe. Na most, jó, de és nem Puzsérre kopaszok, amúgy mondtam, hogy ha ez most csak egy ilyen jelzőt használtam. Igen, nem, tehát hogy meg hát ugye elvileg a Magyar Péter is azt állítja, hogy ez egy ilyen olaszosan éltünk meg, nem tudom már. Olaszosan! Igen, RTL híradóban is láttam, ott is felhívták. Ott nem azt mondta, ott azt mondta, ez bármelyik magyar családban előfordulhat. Várjál, itt nem is tudom, ki írta, mindjárt majd előkeres, ami kiírta azt, itt van a telefonomon, egy tök jó poszt volt arról, hogy most hogyan fog az ellenzéki sajtó reagálni ezekre az esetekre, és nem fogom megtalálni azért, mert egészen elképesztő, hogy lementek valamit, aztán nem találom meg. A lényeg az, hogy a screenshotok között lesz, ezért nem találtam meg. De majd megkeressük utólag. De olyan, utólag bevágod. Majd utólag bevágom. Igen, nem csak arról írtak, hogy majd legközelebb kiposztolja valamelyik nagybölcs ilyen belpesti gondolkodó, hogy Magyar Pétert, hogyha megrólják azért, mert olaszosan él, akkor, és bármelyik magyar családban előfordul egy ilyen, ugye Márkiza is elmondta, hogy hát néha eljár a kezed, nem valami ilyesmit mondta. Igen, palikát megszokta néha merni. Igen, fantasztikus. Akkor a Orbán Viktor el akarja lehetetleníteni a tradicionálisan élő magyar családokat. Hagyjuk már, ezt nevetség az egész, és akkor itt most csapongunk, de itt nem tudom ketté venni a tüntetéses sztorit és a Magyar Péter eset. Azért, persze. Mert az egész egy olyan, mintha egy disszociatív személyiségzavarban szenvedő embert látna, aki hol Napóleon, hol Jézus, hol meg egy áldozat, egy sebzett van. Nem, ezért mondom, hogy nem tudunk egyszerűen kiigazodni rajta. Ő vajon ki tud igazodni magán? És talán persze nem akarok tanácsokat adni, de talán az kéne, hogy egy kicsit kevesebbet kommentelni, kicsit kevesebbet nyilatkozni, de hát ugye mi van akkor, hogyha nem csinálja ezeket, el fog illanni. Tehát ez az egész, hiszen egyelőre azt látjuk, hogy azért mögötte
tehát, hogy ugye ez úgy szokott kinézni, hogy általában az ember egy pártnak a tagja, és akkor a pártnak vannak szintén még tagjai, és akkor nem tudom, lehet még tagokat toborozni mindenfele az országban, de jelenleg ez még így nincsen, tehát nincsen mögötte semmi, nincsen egy támogató erő, ez egy one-man show. Most az, hogy a Nagy Ervin kiállt... Jó, Nagy Ervin hova nem áll ki, hallom. Igen, tehát alapvetően azért a Nagy Ervin az úgy szeret ellenzékiskedni, de hogy jó, de értetett, hogy az, hogy ő meg a, nem tudom, Konz Zsuzsa, meg nem tudom, tehát ugye meg a, nem, tehát ilyenek álltak eddig mellé, de hogy úgy alapvetően nincsen neki egy igazi tagsággal rendelkező pártja, vannak új szimpatizások, meg érdeklődők, de ebből nem lehet tartósan fent maradni a felszínen. Ez azért nézzük meg, hogy a pártok hogyan, elég csak a Fidesz megnézni, hogyan kezdődött a Fidesz. Vagy akár a Momentum Franciaországnak melyik irat, a Momentum hogyan állt össze a belbudai ifjak, a Momentum hogyan állt össze a független értelmiségiek, nem tudom most a Kazinci utcában hogyan gyűltek össze, mindegy. A lényeg az, hogy egy párt nem így működik, és ha komolyra kell, mert elröhögjük az egészet, de azért van egy komoly vetülete is ennek. Tök oké, lebontjuk a NERT. Ellehetetlenítjük a rogáni propagandát, szembe megyünk a rendszerrel, Rogán bukni fog, elbuktatjuk a... Oké. Ezt így tegyük félre, ezt elmondta, és akkor most beszéljünk kicsit a szakpolitikáról. Energiaválságot hogyan kezeled? Honnan szerzel gázt? Milyen szerződéseket kötsz Brüsszellel? Hogyan fogod az adóterheket megváltoztatni, csökkenteni, növelni? Tehát beszéljünk kicsit a szakpolitikáról, mert engem nagyon érdekel. De itt nem nagyon szeretnek az emberek szakmai kérdésekről. De engem nagyon érdekelne az, hogy azok a problémák, amik engem érintenek jelenleg, hogyan csökkentjük a magyar bürokráciát. Például ez engem nagyon érdekelne ez is, hogy akkor mit tervezünk ezzel tenni valamit. Vagy a tanárok bérezését hogyan rendezzük. Oké, hogy megemeljük a fizetéseket, de miből fedezzük a költségvetésben. Tehát engem ezek tényleg érdekelnének, és erre nem kapok választ tőle. Vagy ugye, most még csak a hergelési időszak megy, vagy most ugye, mi van? Hogy alapvetően nagyon ritka az, hogy valaki valós programot dolgozzon ki. Tehát, hogy ez... Szerintem nem nagyon szoktunk ilyet látni. Hát az ugye az szokott lenni, hogy minden rossz. Van három jó szlogenje mondjuk, hú, európai ügyészség, hú, és akkor hanyat dobják magukat az ellenzéki szavazók, ezt imádom, hogy csatlakozunk az európai, hát itt van az emberünk. Megkérdeztem egy tüntetőtől, hogy javulna a helyzet Magyarországon, ha csatlakozik. Azt mondta, hogy igen, javul, és megkértem, hogy mondjál, mit csinál az európai ügyészség. Hát én azt nem tudom. Ez így megvan videón. Igen, tehát... Igen, tehát, hogy az, hogy én sem tudom, hogy mit csinálna, azt tudom, hogy megint csak külföldre akarnak beleszólni, hogy itthon mi történjen. Ennyit tudok. És ez nekem több, mint elég. És ezen kívül nem mond semmit, tehát, hogy miket mondott el akkor március 15, mikről beszélt? Legyen minden jobb, ugye? De tényleg, tehát, hogy jó. Eddig rossz dolgok voltak, most jók lesznek. Igen, most olyanak a jó dolgok, reformáljuk meg, és javítsuk fel az oktatást, az egészségügyet, sose hallottuk, meg amúgy nem értünk, nem, ezzel senki nem ért egyet, megint csak nem. Tehát olyan banális, egyszerű, nem tudom, üzenetekkel operálnak folyamatosan. De más se értő. Tehát ezek, akik igen, szidják igen. A nemzeti konzultációt, hogy hát rendesen győzzetek meg engem arról, hogy jobban csinálj. Tehát itt vagyok, leülök és meghallgatlak. Győzzél le meg engem róla, de akkor ne azt mondd, hogy volt egy vitám, hogy hívják ezeket a kommunista ifjúsági szervezetet, minek hívják ezt az egységes diákfront, vagy valami. Igen, azt hiszem az a hosszúhajú gyerek, a Gergő, és akkor mondom neki, hogy mi a programotok, és mondja, hogy ez sajnos nem nyilvános, nem volt nyilvános, hogy erről nincs felvétel, és akkor mondja, hogy ők meg akarják reformálni az oktatást, és akkor kétszerem, és mondom neki, hogyan? Mondj legalább három pontot. És rám néz, azt mondja, miért, egy nem elég? Mondom, de egyet sem mondtál, igen. Tehát egy sem hangzott el. Mondjatok valamit, legalább hadd tudjak vitázni valamivel, de nem, tehát ha nem mondanak semmit, ezekkel nem tudsz vitába szállni. És ez biztos, hogy benne ezeket direkt csinálják, mert ez tök jó hangzik, és az átlag ember ezt úgy beveszi, hogy igen, 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 de egy idő után ezek az átlag emberek, akiket ők hülyének néznek, azért egy idő után elgondolkodnak, hogy hoppá, azért ez így mégse annyira jó, mert én kaptam itt most adóvisszatérítést, meg kaptam ezt, meg GDP növekedést, meg igen, meg ilyenek, meg hűha, volt egy árstop, meg ilyenek, azért ez úgy nekem nem volt olyan rossz, meg a izé, és akkor ők mit is ígértek helyett? Az, hogy nem lesz árstop. Márki-Zay megmondta Pacekba, hogy a magyar piacnak éreznie kell a magyar adófizetőknek az energiárak növekedését. Ezt megmondta. Hát itt legalább volt.
Én támogatom, itt volt legalább valami alap, amiből lehetett ki hülyeséget legalább mondott, ami mondás de legalább, volt. De legalább valamit mondott, le bele tudtam kapaszkodni, de igen, itt nincs igen. Semmi. Ezek mindig, de mindig ez idejük adunk ki, hogy a konkrétumok. Meg kell még védenem egyedül, nem tudom, Dobrev Klárát, mert ő volt egyszer még egy olyan, aki azt mondta, hogy... Na jön ő... a vak, mindjárt rátesen a vakon mondom. Hogy ő a nem tudom milyen bérlakás programmal szokott álmodni, hogy mi lesz, hogyha... Hát azzal álmodhat is, mivel hogy van egy sajtóhír, miszerint Karácsony Gergellyel benyújtottak valami pályázatot több bérlakásra, abból meg talán kevesebb épülhetett. És akkor a Dobrev Klárához köthető vonalon, hogy nem ezek a bérlakások nem úgy nőttek ki a földből, hogy én elhiszem, hogy álmodik vele, remélem rémálmai vannak igen. emiatt. Igen, amikor egyszer arról kérdezték, hogy az Árnyék kormány mit csinál, és akkor azt mondta, hogy hát, hogy ő ugye ő Árnyék miniszterelnökként, neki nagyon sok, nagyon nehéz feladata. Ez hogy lehet röhögés nélkül? Tehát az ország osztályfőnöke hogy tudta ezt a röhögés nélkül kimondani? Igen, hát Istenem. Árnyék miniszter. Igen, hogy mert hogy ők nagyon sokat dolgoznak. Jó, de most ezt tényleg ilyen, most elröhögjük, de hogy hát ugye ez, alapvetően... ez komoly. Igen, hogy alapvetően az Árnyék kormánnyal ők legalább, ami még amúgy még egy mindig működő dolog, most láttam a Kálmán Olgát. Működő dolog. Kálmán Olga nyilatkozott, mint az Árnyék kormány szóvivője. Na jó, mindegy. Engedjük ezt el. De az a vicces, hogy de Bohár Dani meg elmegy Árnyék kormányinfóra, és akkor teljesen így leképezték a kormányt. Tudod, mi jut eszembe? Ez olyan, mint amikor gyerek voltam, vagy 8 éves, és szomszéd kisráccal beültünk egy ilyen régi teknőbe, és akkor evezőset játszottunk, hogy mi is hajózunk most. Ez kb. Ez a szint. De... Árnyék matrózok voltunk. Jó, oké, de röhöghetsz. Hát neki legalább van mondása a világra, kész. Legalább értem, én tudom, hogy a hülyeséget akar meg, de szerintem alapvetően baromságokat szoktak mondani, de hogy legalább, na, ott vannak gondolatok. Látszik, hogy ott ezek az emberek legalább... Dolgoznak. Legalább dolgoznak. Hát most, hogy ezek sose fognak megvalósulni, ezek a tervek, az is egy de dolog. De amúgy a Shadow Secretary, meg Shadow Ministry, ez nem azt jelenti, amit ők csinálnak. Tehát ez nem, ez amúgy én értem, hogy jól hangzik, de ez nem ezt jelenti. Jaj, én nem tudom ezt hol tenni, és amúgy rengeteg, tehát én felírtam még ide 3, tehát tüntetést érintettük, amúgy az a tüntetés, a Magyar Péter részt írtam, hogy azért a szakértők szerint is 100 millió plusz fölött volt ő a költségvetés. Ő azt mondta, hogy pár millióból. Az pár millió. Jó, én most csak ebből tudok kiindulni, amit ő mondott, ő azt mondta, hogy több millió forintot a saját zsebéből finanszírozott, és azt hiszem, hogy voltak ilyen felajánlások vállalkozóktól, vagy ilyen cégektől. Én nagyon szeretem ezt az országot amúgy, mert a múltkor összeszedtek 230 milliót, vagy 220 milliót influencerek az ellenzéki, most ugyanezek az emberek beadtak most Magyar Péternek, és akkor még támogatják, van pénz a Telexre, meg a Partizánra is. Hát én szeretnék baloldali szavazni, ha ezek így élnek, hallod? Igen. Hát nem. Hát most... Egyébként nem tudjuk. Én egyelőre, sőt, én nem, ugye, amilyen álmokfutást lerendez a csávó, én nem vagyok benne biztos, hogy komolyabb erők állnak mögötte, hanem ez tényleg egy ilyet, ezt össze tudsz így dobni. Tehát, hogyha van egy olyan, hogy... Azért fegyelmezett volt az ahhoz, hogy te azt csak így összedobd. Az egy pacekben meg volt rendezve. Már harmadszor mondom, hogy pacek negyedszer, de akkor is az én ott voltam, az azért kemény, hogy mondjam, ott azért fegyelmezettem volt. Olyan gorillák kísérték Magyar Pétert, hogy ho-ho, hallod. Jó. Ugye 24 órás felügyelet. Az még előtte volt. Ott még nem volt 24. De most már abban van. Remélem is. És ha megtámadja a másik két alter egója, most képzel csak el, ül bent a szobában, és akkor a testőrként hangokat hall, és akkor bemegy, hogy mi történt, és látja, hogy a másik kezével veri magát, hogy megtámadtak. De ez nem skizofrénia, ez disszociatív személyiségzavar. Na jó, mielőtt... Mielőtt beperelnek bennünket. De engem nem. Te Emilia... Nem vállal semmilyen felelősséget az én szavaimért, már lassan már én sem. Na de elröhögjük az egészet, és még van egy nagyon fontos témánk, még egy percben, ha belefér, Petőfi film. Én ehhez nem tudok mit hozzászólni, mert nem láttam. Szégyeld magad, pedig hát, híja haza. Na. Láttad? Erről nem nyilatkoz. Anyám, és akkor ezt minek hozott be, hogy erről beszél? Ja jó, oké. Okay. Hát nem láttuk, de szerintem nagyon jó lett, úgyhogy menjetek el, nézzétek. Nem tudjuk, hogy nézett ki Petőfi, de nagyon hasonlít rá.
Jó, oké, nem. Nagyon jó hozzá, köszönjük. Igen, így van, kész, jó, ennyi. Jó, oké. A lényeg az, hogy igazából csak a lepontozásra akartam beszélni. Tökre... Persze, amúgy abszurd az egész, nevetséges. Tökre büszke vagyok rátok, nagyon büszke vagyok rátok, mert rengeteg levelet küldtetek az IMDb-nek, hogy politikai alapon lett pontozva. Ugye volt egy videó, ami elég nagy nézettséget ért el, és írtátok az IMDb-nek, hogy politikai alapon lett lepontozva a film, és nagyon örülök ennek. És nem tudom, ennek a hatása, ennyien láttátok, vagy hogy történt, de 2000, több mint 2000 egyféle 10 pontos szavazat érkezett, ami nyilván csepp a tengerben, de én tökre örülök annak, hogyha ennek a nyomán legalább a jobb oldalról is elindult valami a kultúrharc felé, mert én például kimondottan haragszom a jobboldali megmondó emberekre, hogy ők nem indítottak egy ilyen kampányt, mint az ellenzék. Mert azt szerintem megérdemelt volna ez a film egy olyat, hogy azért legalább beszéljünk arról, hogy hoppá, a balosok most miért támadják, és legalább én elvártam volna sokaktól, akinek komolyabb hangja van, hogy mondja azt, hogy igen, akkor menjetek és akkor értékeljétek, mert ne hagyjuk majd ezek az emberek megnyerjék a kultúrharcnak ezt a szinterét. Itt már csak erről van szó. Nem olyan tudok ehhez mit, de az, aki tényleg veszi a fáradtságot arra, hogy beregisztrál, és akkor ezzel még lepontozza egy csillagra. Életteleneknek gondolom ezeket az embereket, nincsen jobb dolguk. Az, aki tényleg 0-24 egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen politikai buborékban él, mert ezeket nyomasztja a valóságnak minden pillanata, mert tényleg ez van, tehát ezek elkeseredett életunk. Tudod ki, tudom. Emlékszel, mert szerencsére te már nem emlékszel rá. Igen, na, akkor vágjál be ide egy jó részletet az egyik dalából. Tehát, hogy ezek az emberek, ezek ilyenek, tehát, hogy nincsen semmi jó és boldogság az életükben, ez egy ilyen pillanatnyi boldogság forrás, hogy ők 0 pontot, vagy nem tudom, 1 pontot adhattak erre a filmre, szóval, hogy ja, hát gratulálok. Én erre nem tudok nagyon mit mondani. Nem, ez ennyi, úgyhogy... Ezzel zárjuk ezt a mai beszélgetést. Lett volna egy témánk, hogyha van még kedved, az a te témád volt, szavazz, hogy neveljem a gyerekemet. Ne, én nem ezt akartam, nem ezt a témát, nem hanem... Az online gyereknevelés? Ez majd ezeket, most amikor ilyen magyar péterek vannak, hogy tudunk olyanról beszélni, ami... Nem, most már van 3 főpolgármester jelölt. Ó, tényleg, na hát, igen, mert ez ezt... Röviden. Na, röviden, 3 főpolgármester. Már van Szentkirályi Alexandránk, igen. Igen, tehát, hogy most eltelt egy hét, és az alatt jött még 2, meddig csak Karácsony Gergely. De magyar Péter miatt senki nem beszélt róla, szegény. Igen, tehát hogy az a baj, hogy a fontos témák elsiklanak amúgy, mert ez például fontos. Most a következő 5 évre már megint el fogjuk dönteni, hogy ki lesz Budapest főpolgármestere. Hát Karácsony Gergely Fidesz bejelentette Szentkirályi Alexandrát, és Vitézi Dávid pedig hát civil és LMP. Az LMP utolsó utáni reménye arra, hogy bármilyen... politikai súlya legyen. Igen, nem? Jó, azért jó. Hát figyelj, magasra lőnek, én azt mondom. Tehát, hogy ez a mindent vagy semmit, tudod. Ez a, na most akkor pörgetünk, és vagy... ez már oroszul lett. Igen, de jó. Úgyhogy várj, nem egy golyó van a tárban, hanem egy üres. Ez már az a szint. Szerintem izgalmas lesz. Végre van be a politikánk. Igen, hogy végre történik. Van, én várom, nagyon kíváncsi vagyok, elvileg lesz vita is, most elkezdték azt is, majd nem tudom, hogy szervezni, úgyhogy remélem, hogy ebben többet belelátunk majd. Na, csak annyi, hogy Karácsony Gergelyt takarodj, hát nem. Mondjon le! Na, ennyi volt a mai adás. Vigyázzatok a vak komondorokkal, nehogy átessetek a komondor túloldalára. Csá! Hello!